Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió napi hírműsorát, a Hírhetet látják. Főhíreinkkel kezdünk. Együtt Kárpátaljáért. Az ukrán helyzet hatásaira hívta fel a figyelmet 850 kilométeres futásával hídvégi üstös Pál. Új helyi minta alapján küzdené le hátrányát a szlovákiai Bodrog köz, hangzott el a kisgéresi konferencián. Módosult a felsőoktatási törvény. Felsőfokú szakképzés bevezetését tervezik Sátoraljaújhelyen. Sárospatakon is áthaladt az Együtt Kárpátaljáért jótékonysági futás. Hídvégi Üstös Pál ultrafutó ezúttal a Kárpátalján élő embereken szeretne segíteni azzal, hogy futása során, ahol csak tudja, népszerűsíti a háború miatt nehéz helyzetben lévő térséget. Mit mondja, egyes média által adott tudósítások túlzóak, arról számolnak be, hogy Kárpátalján is harcok dúlnak, miközben ez nem így van. A negatív híradások ártanak a térségnek, ezért futva mondja el a magyaroknak az igazságot. Bodrogolaszi környékén az alsó úton érkezett egy futó, aki ezúttal nem versenyen vett részt, nem is céltalanul szaladgált. Hídvégi Üstös Pál ultrafutó, az Együtt Kárpátaljáért elnevezésű jótékonysági futás részeként érkezett Zemplénbe. 12 nap alatt 850 km volt a táv, Kőszegről indulva Tiszaújlak volt a célja. Stábunk az Ónod Sárospatak Sátoraljaújhely táv között futott össze a sportemberrel. Ma mennyi a táv? Hát most 73 km. Nem tudom. Mire beérünk, biztos meg lesz a 80, és onnan még Sátoraljaújhely a Rákóczi Szövetség táborában megyek. Úgyhogy, nem tudom, 90 körül megint. Tegnap 98 km volt. Gyöngyös, Ónodik. Ónodról indultam reggel egyébként. Nem áll, két helyen álltam meg, szerencsék tudtam tartani a tempót. Az ultrafutó a sárospataki Makovec térre érkezett, ahol a Város Humán Bizottságának elnöke és a honvédelmi táborban résztvevő javarészt kárpátaljai fiatalok fogadták, megköszönve, hogy értük teljesíti az óriási távot. Hídvégi Üstös Pál azt mondta, a mai háborús helyzetben, ami Ukrajnában zajlik, a kárpátaljai magyarokon szerinte úgy lehet a legjobban segíteni, hogyha minél többen oda megyünk nyaralni, kikapcsolódni. Nem szép dolgokat írnak. Debrecentől 150 kilométerre háborúdul, ez nem szép dolog. Legalábbis azt mondták egyesek, én ennek szeretném a pozitív oldalát mutatni. Igaz, hogy Ukrajnában háború van, de Kárpátalján nincs. Úgyhogy Kárpátaljától 1200 kilométerre dúl a háború. Természetesen érezhető a hatása mindenhol Ukrajna területén, de Kárpátalján béke van. A sportember azt is hangsúlyozta, versenyen már nem indulna, de egy jó célért bármikor felveszi a futócipőjét. Az időeredményért, vagy az oklevélért már nem tudnám ezt csinálni. De az, ami ott van, azok a csillogó szemek Kárpátalján, illetve az a vendégszeretet, ami szívből jön, az húz oda. Hídvégi Üstös Pál 25 éve fut nagyobb távokat, vett már részt afrikai túlélő versenyen, ázsiai expedíción, és végigúszta már a Tiszát is. Az ultrafutó most azt mondta, élete legjobb formájában van. Határon átnyúló lehetőségek címmel szerveztek vitafórumot Kisgéresen. A találkozót Furik Csaba, Kassa megye képviselője, és Szesztai Ádám, kassai főkonzul kezdeményezésére szervezték meg. Sátoraljaújhely tapasztalatait mutatták be a bodrogközi településeknek, annak ismeretében, hogy egyes felvidéki területeken több mint 30%-os munkanélküliség van, addig Sátoraljaújhelyen 10% alá sikerült csökkenteni ezt az arányt. Sikeres városként tekintenek a szlovák Bodrog köz településeinek polgármesterei Sátoraljaújhelyre, legalábbis ami a munkanélküliség számának csökkentésében elért a város, annak példáját szeretnék ők is megtanulni. A térségben rejlő gazdasági értékeket egy kicsit leporolja, összegezze, és felmutassa azoknak a munkahelyteremtő befektetőknek az irányában, akik ilyen módon nem csak Sátoraljaújhelynek, hanem az egész térségnek visszaadhatják azt a régi fényét, amit ez a térség gazdasági értelemben megérdemel.
Furik Csaba kisgéresi polgármester, Kassa megye képviselője szerint a térségből való elvándorlás csak úgy lehet megállítani, ha munkát tudnak ajánlani az itt élőknek. Ha ez nem megy a szlovák oldalon, akkor a kétnyelvűséget és a határközeliséget kihasználva lehet ez Magyarországon is. Ugyanis nálunk vagy nagyon messzire járnak 50-60-100 kilométerre dolgozni, ha van munka, vagy abszolút elmennek. Tehát Csehországba, Németország, Ausztria, vagy Magyarország távolabbi vidékein. Tehát, hogy próbáljuk meg, mert ugyanis mi hozzánk Újhely 25 kilométerre van, minden falut itt a Bodrog közben más rövidebb, vagy hosszabb, vagy nagyobb kilométerre, de mégis azt gondoltam, hogy induljon meg egyfajta közös gondolkodás. Szamosvölgyi Péter szerint a térség gazdasági lehetőségeit nem csak egy város szemszögéből vizsgálják a befektetők. A tapasztalat az, hogy az érdeklődő vállalkozások a térség humán erőforrás kínálatára kíváncsiak, és arra, hol találnak szabad, az általuk felállított igényekre megfelelő ipari területet. Éppen ezért az ipari területek felmérésére és az álláskeresők szakmai tudásának összeírására kérte a polgármestereket a határ mindkét oldalán. Az én kollégáim képesek összefogni és egy olyan kiajánlást készíteni, amivel a német-magyar ipari kamara felé, az amerikai-magyar ipari kamara felé, vagy akár Svájc-Montreux felé is tudunk nyitni. Ez mindenkinek jó, mert ebben az esetben mindegy, hogy éppen egy betelepülő üzem melyik falu vagy város határában építkezik, mert a munkahelyek feltöltését úgysem abban az egy településben tudja megoldani, hanem az egész térséget fogja figyelembe venni, mert a kiajánlás is erről szól. A találkozóra azokról az állásajánlatokról is hoztak egy kimutatást Sátoraljaújhely vezetői, amelyekre hosszú ideje keresnek munkaerőt a városban a környékbeli vállalkozók, de Magyarországon nem találtak rá alkalmas embereket. Felsőfokú képzések indításáról tárgyalt a Miskolci Egyetemmel a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat. Az elmúlt héten elfogadott új felsőoktatási törvény értelmében az akkreditált intézmények a közösségi igények kiszolgálására épülő kihelyezett képzéseket indíthatnak. Erre teremtene esélyt a város azzal, hogy az egyetemmel közösen egy igényfelmérés kezdeményeznek a térségben, hogy a jövőre végzett középiskolások és a fiatal felnőttek között milyen szakmára lenne igény. A képzett munkaerő a felsőfokú vagy megfelelő szakmával rendelkező középfokú végzettségű ember hiánya is okozza azt, hogy bár egyes területeken nagy a munkanélküliség, mégis vannak vállalkozások, akik hónapokig nem tudnak betölteni egy álláshelyet Zemplénben. A humán erőforrás meglétének vagy hiányának kettőssége is jellemzi a térséget, hangzott el a kisgéresi konferencián, amelyet szlovákiai és magyar önkormányzatok vezetőinek részvételével szerveztek. A találkozón Sátoraljaújhely tapasztalatai szóba kerültek. Ott fogalmazódott meg először a közösségi képzőközpontok kialakításának lehetősége, amely az új felsőoktatási törvényben szerepel. Ez azt jelenti, hogy egy akkreditált intézmény, mint a Miskolci Egyetem, közösségi igény esetén kihelyezett képzést indíthat egy másik településen. Ennek a lehetőségnek a kihasználásáról szóltak a konferencián. Ez nem jelenti azt, hogy kihelyezett kar jön létre, hanem pusztán csak annyit, hogy a képzések helyben válnak elérhetővé. Azok a képzések, amelyek tantárgyi struktúrájuknál fogva, jellemzőiknél fogva kihelyezhetők. Nyilván egy mérnökképzésnél, ahol egy elég elős mondjuk labor vagy műszer háttérben vizsgálatokat kell végezni, nyilván ezek a technikai feltételek miatt nehezen kihelyezhetők, de a képzéseknek vannak olyan szegmensei, vagy vannak olyan képzések, amelyeknek a kihelyezhetősége tényleg csak egyfajta jó szándékon múlik. A közösségi képzőközpontokról az elmúlt héten megszavazott új nemzeti felsőoktatási törvény rendelkezik. Várhatóan ilyen központ 6-8 helyen jöhet létre az országban, illetve egyes képzések elindulhatnak más helyeken is. A város elsőként kereste meg ezügyben a Miskolci Egyetemet. Az előkérdéseket tisztázta, és ami a legfontosabb ezen a tárgyaláson elhangzottak közül, az, hogy a Miskolci Egyetem rektora, professzor dr. Tormandás úgy fogalmazott, hogy ebben a
elképzelésben a Miskolci Egyetem kész és képes az együttműködésre. A találkozón az is elhangzott, hogy az új képzési lehetőségeket a határ mindkét oldalán népszerűsíteni kell, ezért már most kérték a szlovák Bodrog közteletelepüléseinek képviselőit, segítség, hogy minél több felvidéki fiatalhoz eljusson a felsőfokú képzés új helyi megvalósításának híre. Második alkalommal idézte meg a békebeli időket a Sárospataki Művelődésháza. A Makovec téren Nosztalgia kávé délután keretében adtak lehetőséget az érdeklődőknek arra, hogy kellemesen töltsenek el egy nyári délutánt friss kávé, cappuccino és csokoládé kíséretében. Idén is Kádár Ferkó fotószínháza örökítette meg a családok számára ezeket a pillanatokat. Talán maguk a szervezők sem gondolták, hogy a kellemes nyári délutánon ennyien szeretnének majd részt venni a tavaly útjára indított programon. A Nosztalgia kávé délután keretében ugyanis a békebeli hangulatot megidézve többféle kávé különlegesség, kapucsinók sora és egy kis csokoládéválogatás várta azokat, akik egy asztalhoz ülve ilyen formában szerettek volna eltölteni egymás társaságában egy kis időt. Azt hiszem, hogy a műfaji változatosság az minden tekintetben fontos az intézmény számára, és ebben a sorozatban természetesen ez a fajta korszak is beleillik, és hát nem csak olyan rendezvényeket kínálunk, ahol a produkció a lényeg, hanem olyanok is, ahol az élmény, és azt hiszem, hogy ez a mai azok közé tartozik, ahol az élmény lesz a fontos. Jecenyik Sándor tangóharmonikán játszott, valamint Szakó Péter klarinét játéka idézte meg a kávéházi hangulatot. Néhány éve, hogy átadtuk a Makovec teret, és az átadás előtt is foglalkoztatta a sárospatakiakat, hogy van-e szükség egy ilyen közösségi térre Sárospatakon. Nos, akkor is elmondtuk, hogy ennek a felújításnak, ennek az új főtér kialakításának akkor lesz értelme, hogyha meg tudjuk tartalmas programokkal tölteni, mégpedig olyan programokkal, amely nem csak az ide látogató turistákat vonza, hanem a sárospataki lakosok számára is egy olyan lehetőséget biztosít, ahol találkozhatnak egymással, kellemes körülmények között elbeszélgethetnek egymással. A tavalyi nyári rendezvények is szenzációsan sikerültek, hiszen szinte minden programunk teltházzal üzemelt. Tavaly ennek a rendezvénynek is nagyon nagy sikere volt, ezért döntöttünk úgy most idén is igazgatóasszonnyal, hogy idén is megrendezzük ezt a kávédé után, és látható, hogy szívesen jönnek a patakiak. Az elkövetkezendő hétvégéken is számos program várja majd az érdeklődőket, tette hozzá az esemény kapcsán a város polgármestere. Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a következő programokat is, hiszen jövő hétvégén Hooligans koncert a Vízikapunál, ezt követően a Napok kerül megrendezésre itt Sárospatakon, nagyon nagy érdeklődéssel várjuk a műsorokat, a koncerteket, és ugye az azt követő rendezvény pedig egy Neoton koncert itt a főtéren, úgyhogy várunk minden kedves Sárospatakit és Sárospatakra látogató turistát. Országos református nőszövetségi találkozó helyszíne volt 3 napon keresztül Sárospatak. A konferencia fővédnökségét Vargán és Sánta Szilvia, a nemzetgazdasági miniszter felesége vállalta. Ez a találkozó adott alkalmat arra, hogy a tapasztalatcserén túl a résztvevő hölgyek a Loránd fia méknapok keretén belül tisztelegjenek a fejedelemasszony előtt. Az Országos Református Nőszövetségi Találkozó szombati napja istentisztelettel kezdődött, melyen Csomós Józsefné főtiszteletű asszony hirdetett igét. Nagyon sok jótékonysági szervezet van ezen a világon, akiknek a munkája minden tiszteletet megérdemel. De kiemelkedik a nőszövetségek szolgálata. Azért, mert a ti szolgálatotok igazi csodákra képes. Olyanokra, amikre a Lions Club vagy a Kiwanis Club hölgyei nem képesek. Mégpedig azért, mert nekünk lehetőségünk van a név kimondása előtt elfogadni, életünkbe, lelkünkbe engedni minden csodák forrását, Krisztust. A vendégeket dr. Fodor Ferenc, sárospataki lelkipásztor köszöntötte a fogadó gyülekezet nevében. Dr. Dienes Dénes professzor úr Loránd Fi Zsuzsanna kegyességet címmel tartott előadást, melyben fölidézte a nagyasszony alakját, tiszteletre méltó tevékenységét.
A Szentírást rendszeresen olvasta, napi rendszerességgel, ennek bizonyítéka is van, mert egy 1608-ban kiadott Károlyi Biblia, ez reánk maradt. Az ő kézírásával, az ő megjegyzésével, hogy ekkor és ekkor fejezte be. A találkozó sikeres szervezésében és lebonyolításában nagyon sokan segítettek. Számunkra ez azért nagyon jó meglepetés, hogy a sárospatakiak otthont adtak nekünk, és ők vendégül láttak ennyi embert, és vállalták a szervezésnek minden feladatát, mert így ténylegesen a 3 nap alatt nem csupán előadásokat hallunk, és aztán hazamegyünk, hanem az esti beszélgetésekben kikristályosodnak még azok a mondani valók, amiket az előadásokban hallottunk. A konferencia számos érdekes programot kínált a résztvevőknek. Érdekes előadásokat, kiállításokat, könyvtár és múzeumlátogatást, borkóstolót, és nem utolsó sorban Márki Bertalan királyi mesterszakács és munkatársai által főzött ízletes ebédet. Egy sárospataki fiatalember, Bordás Márton digitális grafikai kiállítása tekinthető meg a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. A hagyományos szabadkézi alkotásokon túl egyre több fiatal fordul a digitális környezet adta szabadság felé, amely az önkifejezés hatékonyságát is megnöveli. Így tett Marci is, aki minél jobban szeretné megtanulni a technikát, ezért felsőfokú tanulmányait is ebben az irányban szeretné folytatni. Alkalmazott grafikai termékekkel lépten-nyomon találkozhatunk egy jól megszerkesztett reklám az újságban, vagy egy figyelemfelhívó plakát az utcán. Digitális grafikával, mint művészettel azonban ritkábban találkozik a zempléni közönség. Fiatal képzőművészek egyre többen fordulnak az elektronikus ábrázolás felé, amely nagy szabadságot ad az önkifejezésre. Ezt teszi Bordás Márton sárospataki fiatalember is, aki a közelmúltban Sátoraljaújhelyben mutatta be műveit. A rajzolás mellett ő szinte az első pillanattól a számítógépes programok segítségével láttatja saját világát. Elsősorban magam szórakoztatására kezdtem el készíteni ezeket a képeket, és hát miután én is ugye fiatalabb korosztályba tartozom, így hát valószínűleg azok számára nyitottabb ez a képi világ, akik hasonló korúak, mint én. Fontos leszögezni, hogy önmagukban sem a számítógép, sem a szoftverek nem tudnak ízléses képet alkotni. Arányra és stílusérzékre itt is nagy szükség van. A szabadkézi rutint ezek az eszközök sem váltják ki, így csak olyanok kezében tud jól működni, akik hagyományos módon papírral és ceruzával is elboldogulnak. Éppen ezért tanul Márton régóta rajzolni, és tovább tanulni is ezen a területen szeretne. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Együtt Kárpátaljáért. Az ukrán helyzet hatásaira hívta fel a figyelmet 850 kilométeres futásával hídvégi Üstös Pál. Újhelyi minta alapján küzdené le hátrányát a szlovákiai Bodrog köz, hangzott el a kisgéresi konferencián. Módosult a felsőoktatási törvény. Felsőfokú szakképzés bevezetését tervezik Sátoraljaújhelyen. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címen, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!